Évzáró testületi ülés Terézvárosban. Tájékoztató a parkolási matricák átvételéről. Terézváros felsőoktatási ösztöndíj. Sportoló Terézváros. Közmeghallgatás az 5-ös 10-ben. Tájékoztató a felügyeleti díjról. Köszöntöm nézőinket, Szalóczi Pál vagyok. Önök a Terézvárosi Híradót látják. Ismét ülésezett Terézváros képviselőtestülete. A főbb napirendi pontok között szerepelt a polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról, a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása, valamint javaslatot terjesztettek be a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér megállapításáról szóló rendelet módosítására. A testületi ülésen beszámoltak a lejárt és a folyamatos határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról, interpellációk, képviselői kérdések, illetve közlemények hangzottak el. A napirendek között szerepelt az együttműködési megállapodás megkötése az LP Média Kft.-vel, amelyet 12 igen és egy tartózkodás mellett elfogadott Terézváros testülete. A Terézvárosi Önkormányzat felhívja minden 6. kerületi gépjármű tulajdonos üzemben tartó figyelmét, hogy a 2014. évi lakossági várakozási hozzájárulások kiadására a Szófia utca 7 szám alatt kialakított ügyfélszolgálati irodában kerül sor. A parkolási engedély átvételekor sárga csekkes vagy bankkártyás fizetési mód közül választhatnak. Az ügyintézőknek nem áll módjukban készpénzt elfogadni. Az iroda 2014. január 2-án kezdte meg működését, és január 31-én 13 órakor fejezi be azt. A matrica a kiadás napjától a következő év január 31-ig érvényes. Bővebb tájékoztatást kaphatnak a www.terezvaros.hu weboldalon. Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzatának képviselőtestülete pályázatot hirdet Terézvárosi felsőoktatási ösztöndíjra szociális rászorultság alapján. Az ösztöndíjra pályázhatnak Terézvárosi lakóhelyen rendelkező felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, valamint a középiskolát végzett felsőoktatási intézményben felvételt nyert hallgató jelöltek. Az ösztöndíj 6 hónapra, a 2014. március 1-től 2014. augusztus 31-ig terjedő időszakra szól, és fél évente 10 hallgató nyerheti el. A pályázat benyújtásának határideje 2014. február 28-a. A pályázat elbírálásának határideje pedig 2014. március 31-e. Az ösztöndíjakról érdeklődni lehet a 342-75-82-es telefonszámon. A Terézvárosi Oktatási Intézmények 2013-ban is kitettek magukért, és számos versenyen bizonyították magas szintű képességeiket a Sportoló Terézváros programban, amely a Terézvárosi Önkormányzat támogatásával jöhetett létre. A kerületi Grundbirkózó versenyen számos Terézvárosi Oktatási Intézmény tanulója vett részt. A 15 éve megrendezésre kerülő Magyar Budó Bajnokságra számos vidéki városból és Budapestről is érkeztek versenyzők, megküzdve a Budapest Terézváros nagydíj címért. A pontversenyben az első helyezett a Színyei Gimnázium, a második a Pesti Barnabás Szakközépiskola, a harmadik pedig a Kölcsey Gimnázium lett. Közmeghallgatást tartott Terézváros képviselőtestülete az 5-ös 10 közösségi és kulturális színtérben. Az eseményen beszámoltak az eltelt időszak alatt elvégzett munkáról, a polgárok pedig kérdéseket tettek fel a képviselőkhöz. A testület tagjai
Hassai Zsófia polgármester a rendkívüli testületi ülés hivatalos megnyitása után elsőként számolt be az elmúlt év legfontosabb döntéseiről és eredményeiről. A polgármester kiemelte, hogy az örökségül kapott 2 milliárdos adósság konszolidációja mára megtörtént, és sikerült a 6. kerület költségvetését nullára kihozni. Simonfi Márta alpolgármester a kerület kulturális szerepvállalását ismertette. Örömmel számolt be a Hunyadi téri zenepavilonban rendezett koncertek sikeréről, az 5-ös 10 egyre népszerű programjairól, Bundula Csaba alpolgármester pedig külön is beszélt a kerületnek a korábbi vezetéstől szintén örökségül kapott ingatlan ügyeiről, amelyekkel kapcsolatban per van folyamatban a fővárosi ítélőtábla előtt. Elismerően beszélt a 6. kerületi rendőrkapitányság november 1-jével kinevezett új vezetőjéről, Kecskés Tamásról. A kerület polgárai írásban és szóban is feltehették kérdéseiket a képviselőknek. Az országgyűlés elfogadta a kereskedelemről szóló törvény módosítását. A jogszabály alapján az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazást kapott olyan helyi rendelet megalkotására, amelyben a világörökségi területen éjszaka üzemelő, szeszesítalt kimérő, árusító, kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitvatartásával összefüggő, a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó többlet feladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat állapíthasson meg. A díj mértékét az üzlet éjszakai nyitvatartási napjainak száma és befogadó képessége határozza meg. További információt kaphatnak a www.terézváros.hu weboldalon. Önök a Terézvárosi Híradót látták. Hívjanak minket és írjanak nekünk a képernyőn látható telefonszámon, illetve e-mail címen. A viszontlátásra!